Ha péntek este, akkor péntek 9. Köszöntöm a kedves nézőket Gajdics Ottó nevében is. Mai első beszélgető társunk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem meglepő módon határ kérdéssel kezdem, de ebben az első kérdésben éppen a magyar határ nem lesz benne, hiszen a bosnyák-horvát határon történtekről szeretnék egy kérdést feltenni. És ez a kérdés viszont már átköt a magyar határoz bennünket, hogy mindaz, ami nem messze tőlünk történik jelenleg is, az bármiféle hatással lehet-e a közeli hetekben, a közeli hónapokban Magyarország biztonságára? A helyzet úgy áll, hogy a bosnyák szakaszon a határsértők, nevezük talán így, migráns tömegek áramlása egy pillanatra se szünetel 2015 óta. Változások vannak a növekedés, csökkenés dinamikájában, és jelentős változások vannak az állampolgársági összetételben. Addig még 2015-ben ugyan 103 országból érkeztek, egyes feltételezések, főleg liberális média részén valamennyien menekültekként érkeztek, de azért nagyon nagy számban érkeztek Szíriából, Irakból. Most a napokban már, a napjainkban a zöm az Iránból, Afganisztánból, Pakisztánból és legnagyobb meglepetése Algériából érkezik. Abban nincs változás, hogy fiatal férfiak. A három fő útvonal, a spanyol útvonal, az olasz útvonal és a balkáni útvonal, itt is változások történtek. Az olasz kormány intézkedések hatására bebizonyosodott egy újabb tétel, amit mindig is állítottak, hogy tehát nem lehet megállítani a migrációt. Ezt először a balkáni úton, azt a magyar intézkedések cáfolták meg, most az olasz intézkedések hatására ott is, azért a tengeren is megállítható volt ez. Viszont nagy főfutás van Spanyolországban, ahova többen érkeztek az idén, mint 2015-16-17-ben együtt. Tehát van egy ilyen eltolódás. Most a balkáni útvonalon, ugye az a korábbi főútvonal, hogy a görög szigetekre érkezünk, onnan átszállítanak bennünket a kontinentális Görögországba, onnan tovább megyünk Macedóniába, Szerbiába, Magyarországra és így tovább. Ez a magyar határintézkedések következtében ugye lezárult. Egy darabig kísérletezgettek, hogy merre, emlékeznek talán a kedves nézők is, hogy Románia felé, sőt Ukrajna felé is kerültek. Végül stabilizálódott ez a jelenlegi aktív főirány, ez nem azt jelenti, hogy másfele nincsenek, de mondjuk a főirány, a zöm itt található. Görögország, itt érdekes már nem csak a szigetekről, hanem a kontinentális Görögországon, a görög-török határon keresztül, sőt Bulgária felől is érkeznek. Egy részük Szerbián keresztül jut Boszniába, egy részük pedig Montenegro, Albánia Montenegron keresztül, és innen aztán az útvonal Horvátország és Szlovénia. Ha így van, akkor az ember azt gondolta, hogy a dél-dunántúli határ őrizeti kérdés fontosabb lehet ma már, mint a Csongrád megyei. Mennyi az igazság? Pillanatnyilag nem. A helyzet úgy áll, hogy a magyar titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek nyilván folyamatosan figyelemmel kísérik mind a három fői rendezőn belül a Balkánit különösen, és a magyar kormány is rendszeresen tájékozódik az ügybe, sőt a héten a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága is kapott tájékoztatást a ennek a minket közvetlenül érintő útvonal helyzetéről. Tehát az történt most, hogy ez a folyamatos áramlás megakadt a horvát-bosnyák határnál. Keletkezett egy dugó. Megpróbáltak erőszakosan, mert úgy szokott lenni, hogy ha a rendőrhatóság valahol próbálja őket korlátozni, akkor erőszakot alkalmaznak. Ez nem járt jelenleg sikerrel, úgyhogy most gyülekeznek, hogy majd mi lesz. Ez a helyszín mintegy 70 kilométerre van a magyar határtól, az tehát közelebb van, mint Kecskemét. És ugye arra is számolni kell, hogy esetleg áttörnek Horvátországba. A horvát belügyminiszter nemrég nyilatkozott is egy ilyet, hogyha túl nagy tömeg érkezik, akkor ők nem tudják azt feltartóztatni. Ez biztos is, hogy így van, hiszen műszaki akadályrendszerük nincsen, és nagyon hosszú határszakasz kellene védelmezniük. És akkor semmi biztosíték nincs arra, hogy az áthaladó migránsok a jól őrzött és technikai eszközökkel is őrzött szlovén határ felé, és hát eznek könnyen lehet, hogy ráfordulnak a magyar határra, ahogy tették ezt 2015-ben is. Ezért aztán rendőri erők átcsoportosításával megerősítésre került a horvát-magyar határszakasz is, úgy, hogy közben azért a szerb szakaszon a határőrzet ne csökkenjen, annak a szilárdsága, sőt a román szakaszon is eredményesebb. Én egy részletkérdésnek tűnöm, de annál fontosabb dolgot szeretnék megkérdezni. Azt állítja ugyanis az ellenzék, hogy ezt csak mi találtuk ki. De állítólag ezeknél az embereknél
van név nélküli bankkártya, amivel pénzt tudnak levenni pénzkiadóautomatáról, és vásárolni tudnak vele. Ez igaz-e? Ezt magyar tapasztalatunk közvetlenül, tehát egy általunk elfogott illegális bevándorlótól találtunk volna ilyen kártyát, ilyen nincs. Azonban a tényszerűség az egészen biztos, részben bemutatták már televízióba. Másrészt az ENSZ és az EU is nyilatkozott, hogy hát igen, ezt ők teszik. Ez már több szempontból is nagyon furcsa. Az egyik, hogy az ENSZ-nek és az Európai Uniónak valami Soros Györgynek közös projektje van. Tehát ez már önmagában egy nagyon figyelemre méltó, hogy az ENSZ, mint világszervezet, és az Európai Unió bizottsága, a kormánya, aki az Európai Unió polgárainak a pénzét használja különben, tehát neki nincs külön pénze, ezek valami fajta közös projektet valósítanak meg a migrációt pártoló Soros szervezetekkel, és Soros pénzből is, 500 millió dollárról van szó, hoznak létre egy alapot, ami alapján aztán névtelen kártyák kerültek kiadásra. Megideologizálták ezt, azt mondták, hogy ez azért nagyon jó, mert ezt csak Görögországba lehet beváltani. És ezért aztán ott maradnak a migránsok, mert ott tudják ezt jobb beváltani. De sajnos kiderült, hogy Boszniában is be lehet ezt váltani. Pedig az egy kicsit azért már távol van Görögországtól. De ami nagyon érdekes, hogy az Európai Unió polgárai, ha pénzt akarnak fölvenni a bankból, pénzt akarnak befizetni, ha készpénzt forgatnak bármit, akkor mindig a teljes adatokat igazolni kell, regisztrálják. Éppen az Európai Unió standardek következtében, amelyik a pénzmosás, fekete kereskedelem elleni fellépés szabályait tartalmazza. Hát én ugye korábban ügyvédként is dolgoztam, tudom, hogy tehát ott is le kellett venni az ügyfél adatait pontosan, hogy ezt elkerüljük. Most ez egy nagyon furcsa dolog, hogy névtelen, anonim, fizető eszköz, készpénz helyettesítő eszköz van a migránsoknak, odaadva azért, hogy a szükségleteiket kielégítsék. Gondolom, hogy a szép új ruhák, meg a telefonok, meg ezek gondolom ebből finanszírozgatják. Épp ezért ez egy példátlan eset. Eddig még ilyen Európában, de szerintem világméretekben is mondhatjuk, nincs tudomásunk, hogy történt volna. És ez megint csak azt mutatja, hogy vannak olyan erők, és független egyébként az önkérdésé, hogy most akkor azt mondják itt az ellenzék, hogy ez nincs is ilyen. Korábban azt mondták, hogy nincs is migráció. Vagy már megszűnt, mert már törökökkel már megegyeztünk. Vagy pedig nincs kvóta. Honnan veszük, nincs is kvóta, stb. Hát most éppen kártya nincs. Nincs semmi. Semmi sincs, igen. De a helyzet úgy áll, hogy van migráció is, sajnos, tömeges, és ez el fog húzódni. Van kvóta terv, van központosítási törekvés, és van kártya is, amelyiknek a veszélyét a pénz fekete mozgás, a terrorizmus finanszírozása oldaláról egészen nagyon figyelemre méltó és nagyon negatív. A nincsek számát még hadd folytassam. Nincs Soros György támogatása sem Európában, mondják a hazai ellenzéki médiumok, de hogy Magyarországnak, a magyar kormánynak milyen erős a befolyása a világra, jól jelzi, hogy az Egyesült Államokban nyilván a magyar kormány nyomására úgy látják, hogy az úgynevezett migráns karaván mögött Soros György áll, ezt a republikánsok állítják, nyilván a magyar kormány rögeszméje miatt. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy kis név vagyunk, de kiterjedt. Vagy a másik lehetőség pedig az, aminek én élek a gyanúperrel, hogy lehet, hogy Soros György mégsem egy jótékony bácsi, hanem talán egyszerre képes működni olyan helyeken is, mint Görögország, és mondjuk olyan helyeken is, mint Mexikó. Hát Soros Expressnek nevezgetik ott az Egyesült Államokban ezt a karavánt, illetve több karaváról is szó van. És az ő útbaindulásuknak volt egy momentum, amit a magyar televízióban is lehetett látni, hogy a migránsok sorba állnak ilyen libasorba, és akkor emberek állnak ott, oda, mikor odaérnek, pénzt ad nekik. Sokak szerint Venezuela, de hogy már hogy ő adta. Na de Venezuelában ugye bőrönbe kell hinni a pénzt, tehát ez így nem nagyon valószínű, tehát valószínű, inkább dollárt kaphattak. Vagyis az itthoni anonim, vagy a európai anonim kártya, az ottani pénzosztás is azt mutatja, hogy a migránsok útbaindulása korán sem véletlen. Ez 2015-ben mi a magyar kormány már mondogatta, hogy hát azért szeretnénk még tudni, hogy mely pont most indult 103 országból útnak migráns, hanem szervezett, irányított, és most már az is jól látható, hogy politikai célokat követő. Azt hogyan látja ön, hogy az ENSZ-nek a migrációs paktuma,
az mennyiben fogja elmérgesíteni ezt a helyzetet, hiszen látjuk, hogy egyre több ország próbál ebből a folyamatból kifarolni, és legalább odáig eljut, hogy nem akarja megszavazni, de hát tudjuk azt, hogy többségben vannak azok, akik érintettek és érdekeltek abban, hogy a illegális migrációt legálissá tegyék, alapvető emberi joggá akarják felemelni azt, hogy mindenki oda mehet, ahova akar. Ezt az ENSZ paktumot úgy lehetne mondani, hogy tehát egészen más megközelítés érhető tetten. Ugye az ENSZ főtitkára nem egyszer, nem kétszer határozottan kijelentette, hogy a migráció az egy pozitív, globális folyamat, támogatandó folyamat, mert ezzel meg lehet oldani a világ problémáit. Én nem hinném, hogy ez így van. Most ugye először az Egyesült Államok lépett ki innen. A magyar kormánynak a kezdetekben az volt a véleménye, hogy próbáljuk érvényesíteni a magyar kormány álláspontját. Vegyünk részt a vitákba. Próbáljuk meggyőzni, próbáljuk elérni, hogy a dokumentumba bekerüljenek a magyar kormány javaslata is. És csak mikor a végleges szerződés tervezetet láttuk, és világossá vált, hogy nem kerültek be a javaslataink, akkor léptünk ki ebből a folyamatból. Aztán követett bennünket Ausztrália, Ausztria és mások fognak még követni. Itt nem csak az a baj, hogy egy kétségtelenül negatív az világ, maradjunk Európában, mert mondhatjuk Ausztrált Egyesült Államokat is, de mondjuk Európában. Az európai polgárok mindennapi érdekeivel ellentétes folyamatot próbálnak felerősíteni. Ez azért nagyon különösen veszélyes, és ezért nagyon fontos volt, hogy mi ebből kihátráltunk, és reméljük minél többen ugyanezt a megoldást teszik, mert minden ilyen döntés, akár az Unió bizonyos döntéseire gondolok, akár most az ENSZ-nek ez a paktuma, újabb és újabb meghívót jelent milliók számára. És itt a milliók nem túlzás. Tehát az afrikai népességrobbanás és ázsiai népességrobbanás következtében világosan látható, hogy itt nem milliós, hanem több tízmilliós tömegekről beszélünk, akik már rövid távon is készen állnak arra, hogy útba induljanak a jobb élet reményében. Most, ha ezek az emberek bátorítást kapnak, üzenetet kapnak az ENSZ-től, aki egy nagyon nagy a szemükben fölfoghatatlan hatalmas szervezet, és azt mondják, hogy hát neked ez emberi jogod, oda mész, ahova akarsz, ott telepesz le, ahol akarsz, és ott nekik kötelesség lesz téged eltartani, hát most, hát már miért ne indulna el, ha még eddig nem is indult el, ha ezen kívül még a már célba érkezettek, hazaírnak, hogy hát gyere, hát itt nagyon jó dolgunk van, tehát itt ruhát adnak, névtelen kártyát adnak, mitől teljes ellátás. Mert családegyesítést engedélyezik. De másrészt bátorítják azokat, akiknek az útbaindulást addig csak tervezték. Egy szóval ebben nagyon fontos lenne, hogy maradjunk Európában, hogy az európai kormányok meghallják az európai lakosság hangját. Tehát, hogy ne menjenek bele olyan paktumokba, amelyek horderejé miatt előtte nem kérdezték meg a polgáraikat, mint ahogy tette a magyar kormány. Épp ezért ebben a kérdésben nagyon remélem, hogy a józan ész az befolyásolni fogja a végső döntéseket. Az elmúlt hetekben sok szó esett a közös európai határvédelemről, de ez kicsiben működik már egy ideje, legalábbis a mi környékünkön, hiszen magyar rendőrök segítkeztek más országban, Macedóniában például. Az egy kicsit más. De piciben talán a szolidaritást jelzi, és pont erre vonatkozik a kérdésem, hogy ez a kétfajta határvédelem, ez mennyire, hogy viszonyul egymáshoz? Tehát a mi szimbolikus szerepvállalásunk más országok belbiztonsági ügyeiben, határvédelmében adott esetben, ez azért nem ugyanaz, mint amit Macronék szeretnének, és a Frontex-el, hogy magasba csaptak az indulatok az elmúlt hetekben. Ugye a Frontex az egy ma is létező határőrizeti ügynöksége az Európai Uniónak. Ezelőtt egy pár hónappal hoztak egy döntést, hogy ez a Frontexnek 1500 főre emelik a létszámát. Mi is megszavaztuk ezt. Hát nagyon helyes. Ahol kell, segítsenek, stb. Most aztán később a részleteknél kiderült, hogy na jó, hát 1500 fő, de hát ebből csak 400 a határőr, a többi az ilyen kommunikációs és vízumszakértő, meg ettől micsoda. Tehát 400 határőr, kicsit keveseltük ezt. Ezzel együtt a magyar-szerb határon a Frontexnek a megfigyelői 2015 óta folyamatosan jelen vannak. Nagyon érdekes, hogy soha nem jeleztek olyan észrevételeket, mint amit bizony civil szervezetek terjesztettek a magyar rendőrökről.
ami persze nem volt igaz. Na most, ami most készül, az arról szól, hogy fölemelnék a létszámát ennek az Európai Határ és Parti Őrség néven ismert Frontexnek, de ezúttal már 10 000 főre, és adott esetben akkor is beavatkozhatnának külső határőrizetébe, vagy akár Európán kívüli határőrizetekbe, vagy a Schengenen kívüli európai határőrizetbe, ha és amennyiben az adott nemzetállam ezt nem akarja. Na most itt két baj van. Az egyik a 10 000 fő. Tudnilik, ha és amennyiben nincs illegális migrációs nyomás, akkor a 10 000 fő az nagyon sok. Tehát ott üdögélnek addig az irodába, vagy mit csinálnak, amikor nincsen mozgás. Tehát ez talán flexibilisebben kellene ezt a létszámot megállapítani. A másik, ami számunkra ezt teljesen elfogadhatatlanná teszi, ez a szuverenitásnak egy ismételt központosítási elgondolása, hogy ez a új szervezet átveheti a határellenőrzést mondjuk Magyarországon, és ő dönthetne arról, hogy ki az, aki belép, ki az, aki itt Magyarországon menedékjogot kaphat, vagy vízumot kaphat. Úgy elképzelem, hogy egy idegen fegyveresekből álló egység felsorakozik a magyar szervezet. Ez elképzelhetetlen, tehát nyilvánvaló, hogy nem. Ezzel együtt úgy látom, hogy ezt az elképzelés ellenzésében nem vagyunk egyedül, tehát azért Magyarország világosan fogalmazott, hogy ezt mi nem támogatjuk, hanem mások is. Az egy más kérdés, hogy mondjuk például Juncker elnök úr tett nyilatkozatot nemrégen, mikor az osztrákok bejelentették, hogy ők ezt a paktumot, ezt nem írják alá, hogy nagyon sajnálja ezt, és ez is csak újabb bizonyíték arra, hogy ilyen horderei ügyekben ezt az egyhangú döntéshozatat, ezt aztán meg kell szüntetni, hanem inkább csak a többség. Juncker úr végszava volt ebben az ügyben. Jut eszembe ezzel kapcsolatban, hogy általában mindig úgy számon kérik a szolidaritást, hogy nem tudom, tud-e rá válaszolni Bakondi úr, de hogy azt a pénzt, amit beígértek a részösszeget a kerítés föntartásához, azt átutalták meg? Még várjuk ezt az átutalást. Ennyit a szolidaritásról. A szolidaritás az, tehát itt egy nagyon érdekes játszmát kezdtek el. Tehát azt mondják, hogy az európai értékek elfogadásának a fő mutatója, hogy engedjük be ellenőrzés nélkül, aki a határunkra érkezik. Tehát tulajdonképpen erről van szó. Magyarországot érő összes politikai támadás, akár médiába, akár pártfórumokon, akár pedig az Európai Unióba, akár a Sargentini asszony nagyívű művébe, egyetlen okkal magyarázható az, hogy mi azt mondtuk, hogy mi nem akarunk bevándorló országgá lenni. És ha és amennyiben ez a tendencia folytatódik, akkor az Európai Unió jövőjéről nagyon komoly gondolkodásra lesz szükség. Épp ezért mi nekünk az a véleményünk, hogy ez a migrációval, a határellenőrzéssel, az egységes bevándorlással, stb. Kapcsolatos kérdéskörbe ne a mostani Európai Uniós Parlament Bizottság hozzon döntést, mert ez olyan nagy horderejű, hanem majd a jövő májusban megválasztott új, és abban reménykedünk, hogy a jelenlegivel ellentétben a polgárok a történések utáni elégedetlenségüket majd a szavazáson is kifejezésre juttatják, ugyanúgy, ahogy kifejezésre juttatták a nemzeti választásokon. De belbiztonsági kérdések a kapcsolatban gyakran hagyatkozunk az uniós szervekre, joggal, hiszen a döntések egy része ott születik, de van egy nemzetállami vetülete is ennek a kérdésnek, és pedig az, hogy a migránsválság kirobbanása óta számtalan országban jobboldali fordulat zajlott le, és olyan kormányok alakultak meg sorra, amelyek a migrációt károsnak tartják. Ön szerint, ha ez a tendencia folytatódik, akkor lehet, hogy 2-3 esztendő múlva az egész európai folyamatban egy döntő fordulat áll benne. Most egyelőre úgy tűnik, hogy valahonnan eljutottunk valahová. A kérdés az, hogy van-e még annyi lendület ezekben a nemzetállami választásokban? A migráció, hogy jó vagy rossz, azt az európai polgárok saját bőrükön megtapasztalták. Emlékeznek, mindenki emlékezhet rá, hogyan várták a németek tortával meg pénzzel a Willkommen Kultur keretébe az érkezőket, hogyan jöttek át segítséget nyújtani a keleti pályaudvarhoz az osztrákok puszta jó szándékból, és miután megtapasztalták ennek a negatívumait, türelmetlenek lettek, és ez a türelmetlenség, ez a félelem, a biztonság hiánya, ez befolyást gyakorolt a politikára is.
először a politikusok véleménynyilvánításában látható lett egy fordulat. Nem hiszem, hogy tudnának mondani olyan európai politikust, aki nem azt mondaná, hogy a külső határokat azt aztán védeni kell. Hogy ki mit ért rajta, az már egy másik kérdés, mert Macron bizonyos határmenedzsmentben gondolkodik, de az, hogy őrizni kell, az biztos. Azelőtt nem így volt. Aztán, mikor mi kerítést építettünk, az nagyon rossz volt, amikor pedig mondjuk szárnyas kaput épített Ausztria, az meg nagyon jó volt. Aztán Szlovénia is épített ilyet, Bulgária is épített, Macedónia és stb. Vagyis van egy változás, egy folyamat, amelynek a nemzeti választásokon megmutatkoztak az eredmény, ez, amit ön kérdezett, hogy tehát most jobbra tolódás, nem jobb, minden esetre a politikai véleménynyilvánításban az illegális, tömeges migrációs beáramlást elutasító pártok előre törtek bármelyik európai országban, és nagyon nehezen alakultak meg kormányok, Olaszországban és Németországban és stb. Az, hogy mi lesz tovább, annak egy kulcskérdése most a májusi európai parlamenti választás. Mi arra ösztönzünk minden barátunkat, minden kollégánkat, minden magyar polgárt, hogy menjen el szavazni, és juttassa kifejezésre a magyarok érdekeit ebben. Köszönjük szépen Bakondi Gyönyörnek, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm.